Sziasztok, majd egy újabb érdekes funkcióját mutatom meg a játékos fejeknek. Kezdjük is. Ó, beírattam előre a parancsot, mindegy. Most már... Minecraft, oké. Okay. Minecraft. 1, 3, és... Kinek a fejével, kinek a fejével... Ilyen Dogi Andi. Imádni fogja. Jó, azt hiszem minden jó. He? Kaptam répát is. Mi a túró? Másik ezt a parancsot? Nincs itt semmi más. Na jó. Próbáljuk ki még egyszer. És most is répát ad. Ez mi a franc? Sziasztok! Ebben a videóban azt mutatom meg, hogy hogyan csináltam meg a Minecraftban az ihletonátort. Pontosabban egy egyszerűsített változat, azért itt nem olyan könnyű fölvenni több száz szót. Az egyik legnagyobb hiányosság, hogy az eredeti programban ott kaptunk egy kódot, sőt, ha beírtunk egy kódot, akkor visszakaptunk egy kifejezést, hát az most itt hiányzik. Meg lehet oldani egyébként, mindent meg lehet oldani, scoreboarddal. Na, ez a felület, ugyanúgy be lehet állítani jelzőket. Az eredetiben 1-től 3-ig lehet, itt följebb vittem egészen 5-ig lehet, azért mert, hát egy kis kárpótlás, mivel nincsen olyan kódos dolog. De kezdjünk mondjuk egyel. Oké, okay. Ugyanúgy be lehet állítani összetett szavakat, ami ugye annyit jelent, hogy nem egy főnevet, hanem kettőt fog kirakni. Hát először nem. És ugye az új ihlet gomb, a chatre fogja kiírni, most megnyomom, hangos játék. Megnyomogassuk. Szakállas gondolkodás. Odaadó szerelem. Ó, de szép. Zöld hajóna. Kicsit játszunk, mondjuk két jelző. De igen, több jelzőnél van az, hogy ugye a szelektorban, hát ott az a szám van, hogy ne egyet, hanem kettő nevet rakjon ki. Na most a Minecraftban ez így megvan formázva, hogy veszőket rak. Ez eddig teljesen oké, okay, de az utolsó és az utolsó előtti közé pedig egy AND szócskát rak, tehát A, B, C és D. Ami tök jó lenne, ha nyelvváltásnál ez ugye változna, de nem. A magyarban is kipróbáltam, ott is AND van, most egyébként angolul vagyok. De kipróbáltam magyarul, ott is AND van, szóval... Sajnos ilyen literwater-ös szavakat, illetve kifejezéseket csinál, minthogy illatos and csúnya sivatag. Illatos és csúnya sivatag. Vagy szakállas és magas szakál, az igen. Ez igen. Csúnya és csillogós oroszlán. Hát ez már annyira nem vicces. Zöld és utálatos harag. Vagy reménytelen és illatos gondolkodás, mondhatom az összetett szót, hát az ugye annyi, hogy két főnevet összerak. Emészhető és elveszett oroszlán hahotta. Most mi van, oroszlánmániája lett? Azt mondja, távoli és keserű játékfény. Nem tudom pontosan hány szót vettem föl. Keserű és elveszett táblahivatal, az igen. Keserű és édes hahotta hajó. Na még egyet. Utálatos és mérges autójáték. Legyen mondjuk négy jelző. Jó, el lehet szórakozni egyébként vele. Szép, keserű, hatalmas és édes fény gondolkodás. Nem, gondoskodás. Szakállas, nyugodt, csendes és őrült szakálbillentyűzet. Ragaszkodó, odaadó, csendes és szép bolygóhahotta. Na, nézzük meg, hogy hogyan működik. Így, meg így. Tadám. Igen, Spread Players, már van róla tutoriál, meg lehet nézni, úgyhogy nem fogom nagyon részletesen elmagyarázni. A lényeg, hogy itt vannak a főnevek, mindegyik Armorstennek a neve egy főnév. És hát ezt most nem tudom megnézni, mert nem irattam ki velük, de megcsinálhatom, Entity Data. Oké, most már látszik minden. Ja, most sem el fog tűnni a chat is. Így itt a játék, a szív, oroszlán, harag, sok van. Hát, hogy bekapcsolva... Á, nem kellett volna bekapcsolva hagyni.
Mindegy. Szóval, ugye itt vannak a főnevek, mint látszik, és akkor itt vannak a jelzők, scoreboarddal megkeveri őket, úgy van megcsinálva, hogy csak azokat keverje meg, akik ezen a területen vannak, tehát így az is megvan adva, meg fogom mutatni, és akkor így nem keverednek össze a főnevek meg a jelzők, hát ugye, ami nagyon fontos, tehát ezt itt egy ágytál nem lehet jelző, ágytál magas, annak nincsen értelme. Szóval szerintem érthető. Jó, kezdjük a jelzőkkel. Jelzőkkel. Felvettem egy szkort, nem tudom, hallatszódni fog, elmegy egy hangos kocsi. Egy reklámkocsi. Na, szóval felvettem egy szkort, az a neve, hogy jelzők, és van egy kamu játékos, azért kamu játékos, hogyha ti elindítjátok a pályát, akkor mindjárt működjön a szerkezet. Ha azt mondom, hogy tehát én szelektort használok, hogy a et-e, vagy kukac-e, illetve a, vagy p, vagy tök mindegy, tehát valamelyik játékos szelektort használom, akkor most nekem át fogja állítani, de ti már, de ti úgy indultok, hogy nincsen, tehát nem fog működni a parancs. Ezt tudni nem érthető, nem baj, tehát felvettem egy kamu játékost, tehát ami azt jelenti, hogy így nem itt van, itt van, tehát hogy a jelzők játékosnak a jelzők szkorjához adjon egyet. Na most szerencsére lehet tesztelni ezeket a kamu játékosokat a Scoreboard Players Test parancssal. Itt ugye nevet lehet megadni, és akkor lehet kamu játékos is, mert ha a szelektort használunk, akkor hát a szelektorra nem érzékeli a kamu játékost. Szóval először is, ha megnyomom a pluszt, akkor leteszteli, hogy még határon belül vagyok-e. Mínusznál egyébként ugyanez, csak alulról. Ha igen, akkor hozzáad egyet, vagy elvesz egyet. Azért van itt create command block, mert ez visszaállítja, így néz ki a parancs, hogy ne küldjön jelet ez a command block. Ja, ugye ilyenkor szoktátok azt csinálni, hogy újra rakja a command blockot, de ez jobb, tehát nem kell két helyre írni a parancsot. És aztán ugye itt látszik, hogy össze vannak kötve, ez annyi, hogy írja ki a táblára, JSON-os tutorial. Jó. Aztán ez a igen, nem, ez ugye két command block, annyi, hogy ha megnézitek, akkor így két részre van osztva ez a szerkezet itt. Ott ez a, hogy hívják ezt a, nem andezit, hanem gránit. Ez a gránit a kapcsoló, vagy hogy is mondjam, mellé nyomtam, kapcsoló, vagy hogy is mondjam, tehát ha itt most itt átállítom, akkor átkerül a reston, tehát a két grániton pattog a reston, tehát két része van. Az első, amire most állítottam, a nem összetett szavak, a másik pedig az összetett szavak. Tehát ha összetett szó van, nem. Ha nem összetett szó van, igen, akkor teszteli, hogy ennek a ugyanazzal a teszt parancsal, hogy egy jelzője van, ha igen, ugyanúgy a blokkdatás, mint a másiknál, hogy ne küldjön jelet, tehát ha igen, akkor itt van ez a nagyon hosszú parancs, ezt szerintem ki fogom másolni, tehát először sortörés van, hogy tagoltabb legyen, aztán kiválasztom a jelzőt, ez itt a terület van kijelölve, és abból ott a célegyenlő egyetlen egy darabot írjon ki, aztán a következő pedig a másik területről egyet. Most hát ugyanez végig, csak a jelzős szelektornál célegyenlő 2, 3, 4, stb. Oké. És ugye ezért van az, hogy meg lehetne azt is csinálni, hogy ugye egyesével válogatom ki őket, hogy ne legyen ott az a nyomvat end, de az macerásabb. Megegyeztem magammal, hogy já, jó lesz így. Aztán a másik, hogyha ha összetett szó, az gyakorlatilag ugyanez, csak ugye a főneves részénél van változás. Ott nem lehet C1-enlő 2-t írni, mert hát ugye az úgy nézne ki, most legenerálok akkor egy összetett szót, hogy itt van egy undorító, emészhető, őrült és nevetséges telefonbolygó. Na most, ha én úgy írnám, hogy C1-enlő 2, akkor ugye közé rakná az end szót, azaz telefon end bolygó. De hát ez elég hülyén hangzik, ez túl hülyén hangzik az, hogy megegyezzem ezzel. Úgyhogy itt kettő szelektor van, az első, az ugyanaz, mint eddig, tehát kiválasztja a legközelebbit arról a területről, a második pedig a másik sarkát, mutatom, ezt jelöli ki. Tehát így, most röviden, tehát ez a sarok van kijelölve, az ehhez legközelebbi szót. Itt látszik is, hogy az a telefon. Igen. A másik szelektor pedig ezt a sarkát.
az meg a bolygó. Ott is látszik is. És akkor így áll össze a két szó. Ugye a szelektornál meg ugye, hát hogy mivel lehessen bővíteni, ezért úgy próbáltam, ezért használtam ezt a C-s megoldást, ugye nem olyan szép, mert ott az end, de így lehet a végtelenség bővíteni, tehát ha azt akarjátok, hogy 10 szó legyen, akkor annyi, hogy itt ezt a szerkezetet tovább kell bővíteni, és ott a szelektorban a C egyenlő akármiket kitölteni. Tehát az nagyon macerásan itt egyesével itt kijelölgetni pontokat, hogy most innen, most onnan, most onnan, és akkor úgy lesz megformázva, hogy akarom. Hát szóval az kényelmetlenebb. Jó. Ja, még itt van pár szerkezet, ami érdekes lehet. Ha esetleg akarjátok bővíteni a szerkezetet, érdemes tesztelni. Érdemes szavakat tesztelni, mielőtt hozzáadtok, igen. Jó, nem tudom, mi van velem. Itt van, ebbe a command blockba kell beírni. Például, hogy van-e, azt tudjuk, hogy mit tudom én, nevet, ne, az nem jó. Valami korábbi, ami nem ékezetes. Úgyis az ékezetes karaktereket nem szereti. Hogy gyorsan legenerálok egyet. Illatos, az nem ékezetes. Tehát látjátok, hogy van közte illatos. Illatos. Tesztelem, és akkor kiír, hogy már van ilyen szó. Ami nincs, az nem tudom. Mondjuk biztos, hogy nincs olyan, hogy szó. És akkor nem ír ki semmit, ugye, mert nincsen. De egyébként is az ékezetes karaktereket nem szereti, sajnos. Úgyhogy ha beírom azt, hogy bolygó, azt láttátok, hogy van, akkor nem fog rá reagálni sajnos. Mint hogyha nem lenne, pedig van, csak ugye ékezetes karakterekkel bajban van. Oké, a főnév hozzáadás az itt van, rajta van egy tábla, de a custom name-be kell beleírni. Mit írjak bele? Arc, olyat még nem adtam hozzá. Pick. A másik command block csak annyit csinál, hogy kiürít, és akkor így kényelmesebb lesz. Tapasztaltam azt, hogy hát sokkal kényelmesebb így, mint folyton kitörölgetni a szót és helyette írni. Tehát, hogy helyettünk kitörli. A másik ugyanez egyébként jelzősben, ugyanazok a parancsok vannak itt is. Jó. A pályát természetesen letölthető. Jó szórakozást, a kézikönyv óvjon.